A motiváció, az mindig egy ilyen látványos dolog. És ehhez képest az önfegyelem az egy kicsit az ilyen... Az nem annyira szexi, ugye? Tehát, az hogy nem ezt... szexi. Abban annyira hiszel, sokan mondják, hogy ha el akarsz menni futni minden nap, akkor tedd ki a nem tudom, futócipod az ajtóba, hogy esél el, el benne mindig. Ki? Ne sikerről vagy anyagi kompenzációról. Minél jobban azt próbálja meg valaki eladni, hogy ezt gyorsan energia befektetés nélkül nagyon hamar, rögtön a kezedbe kerül, ez sokan elhiszik. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Dalló Zoltán vagyok, és köszöntünk a következő üzlet és utazás interjúban, ami ma annyiból lesz speciális, hogy újra duplázunk, ugyanis vendégem lesz Gocsáleszter, akivel 2020. szeptemberében készítettük az első interjúnkat, és annyira népszerű volt, hogy most már közel 11 ezeren látták ezt a videót, és mindezt organikusan, ez mindez hirdetés nélkül történt, és nagyon-nagyon jó visszajelzések érkeztek erre a beszélgetésre, és szerencsére Eszter itt van ma újra köztünk, itt van, itt van velünk, ugyanis az usa van él alapértelmezetten, de most hazalátogatott Magyarországra, és gondoltuk, hogy használjuk ki ezt az alkalmat egy, egy, egy update-re, és beszélgessünk újra. Amit érdemes tudnotok, hogy ha még nem találkoztatok, mindenképpen nézzétek meg ezt a csatornáját, sőt, kettő is van neki. A személyes csatornáján több mint 58 ezer feliratkozó, és van egy Jóga Életmód nevű csatornája, amin szintén több mint 40 ezer feliratkozó van jelenleg a YouTube-on. Amiről szó van leginkább a csatornáin, az a egészséges életmód, mozgás, tudatosság, minimalizmus, vegánság, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó és érdekes témákat dolgoz fel a csatornáján, úgyhogy mindenképpen érdemes követni. Örülök, hogy itt vagy újra. Én örülök a lehetőségnek, örülök, hogy így össze tudtuk hozni, bátran igazából egymásra írtunk, már akkor is, hogyha emlékszel, 2020-ban, akkor szerintem a részedről érkezett a kezdeményezés, és én pedig még a hazautazásom előtt szerintem ráírtam, hogy ha van rá lehetőség, akkor nagyon szeretnék egy ilyen folytatást, mert annyira jól éreztem magam abban a beszélgetésben, és a visszajelzések alapján szerintem a hallgatóknak, nézőknek is azért tetszett, legalábbis én ilyen üzeneteket kaptam, uh -huh. hogy kicsit megláttak belőlem egy olyan oldalt is, amit mondjuk a jogás csatornán nem feltétlen uh -huh. mutatok meg magamból, én pedig mindig nagyon szeretek ilyen témákról beszélgetni. Abszolút. És ugye üzlet és utazás, ugye nagyjából ez így a csatornának a fő tematikája, és gondoltam is, hogy hogy üzlet és inkább életmód. Tehát lehet, hogy ebbe kinyitnám majd ezt a, a mai témakörünket. Ugyanis szerintem, ami nagyon érdekes, hogy egyrészt ugye az USA-ban élsz, most már 6-7 éve? Lassan egy évtizede? Lassan? Tehát egy évtizede decemberben nem. lesz 10 éve. Nekem is hidel, ez ugyanolyan <gül> <gül> meglepő, mint, mint, mint másoknak. Hát elég, elég gyorsan összeadottak az évek, de ha jól számolom én is, akkor akkor 10 éve most már lassan. Szuper, úgyhogy pár kérdésem van ezzel kapcsolatban, és ugye talán még, még kicsit több a, a témáiddal, a videóiddal kapcsolatban, kicsit az üzleti részével kapcsolatban, kicsit a a, 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 csapat, a biznisz, a hogy, hogy, motiváció, kitartás, hogy építed az egészet, szerintem ez, ez is nagyon érdekes, ezt lehet, hogy mondjuk nem látják tényleg a mondjuk feltétlenül a te követőid. Csapjunk is bele a közepébe, néztem most elég sok videót a csatornádon, mielőtt jöttél, hogy készüljek fel a friss, friss tartamaiddal. Sajnos Vo nincs olyan sok friss de azért, tartalom. De azért van így is elég sok. Főleg a személyes de majd ezt is orvosolni fogom hamarosan. <gül> és <gül> és <gül> volt egy, egy gondolat, ami megütötte nagyon a fülem, és örülnék, hogy ezt kicsit kiveséznénk. Motiváció versus önkontroll. És nagyon megfogott a téma, hogy, hogy, hogy ezt hogy értetted, és mit gondoltál ez alatt. Mesélsz egy picit erről, hogy hogy látod ezt a témakört? Igen, ezt gyakran felszoktam hozni, mind a személyes, mind a joga életmód platformokon, mert mind a kettőhöz egyébként kapcsolódik. Én nagyon gyakran szeretem azt a különbséget megemlíteni, hogy a motiváció az nem ugyanaz, mint az önkontroll vagy az önfegyelem. És nagyon sokakban azt látom, hogy túl sok energiát szánnak erre a motiváció fejlesztésére. Csak a motiváció az lényegében olyan, mint egy én érzelmi hullám. Mint hogyha felülnél egy hullámvasútra. Tehát, hogy ha most a futást nézzük akár, vagy azt, hogy az ember szeretne belevágni valamibe, van egy jó ötleted. Tehát az egyik nap tök motiváltnak fogod érezni magad, a másik nap viszont nem. És hogyha te csak ezen érzelmi alapon szeretnél bármit is csinálni, vagy így kezdesz neki, akkor nem fogod tudni elérni a célodat. Tehát az önfegyelem az arról szól lényegében, hogy akkor is csinálod, amikor nem érzed magad motiváltnak. Uh -huh. És amit még szoktam említeni, hogy a motiváció az mindig egy ilyen látványos dolog. Akkori nagyon könnyen lehet építeni ugye különböző beszédeket, tartalmakat, el lehet adni nagyon sok terméket a témában, hmm. és ehhez képest az önfegyelem az egy kicsit az ilyen... Az nem annyira szexi, ugye? Az, az nem szexi, <gül> <gül> az, az inkább ilyen kis, kis büdi izzadság tudod, hogy, 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 hogy igazából senkit nem érdekel az, hogy mondjuk te 12 órát ülsz a laptop előtt, vagy, vagy én is, hogyha igazából megnézem a joga gyakorlásaimat, az edzéseimet az utóbbi, mondjuk né négy-öt évben, azoknak a 95%-a nem egy látványos dolog, hanem tényleg otthon a négy fal között csinálja az ember következetesen. Nem mindig volt kedvem, de tudtam, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy elérjem azt, amit szeretnék. És, és én szeretek így erről nyíltan beszélni, hogy, hogy ne fókuszáljunk annyit a motivációra, mert mert az egy ilyen kedv kérdése, mm. és az önfegyelem azt érdemes így apránként megerősíteni. És, és... mi a ennek? Te hogy hát, fejlesztetted hogy... ezt a képességet? Amúgy azt érdemes tudnod, hogyha nem néztétek mm. meg, nézzétek meg tényleg a eszi csatornáját, meg a social oldalait, hogy szerintem a fiúkat kenterbeverően húzóckodik, 5, 5 10 15 tehát hogy tényleg így néha én is elszegyelem magam, amikor nézem a, a videóidat, tehát hogy ez is nyilván a, a kitartásnak az eredménye. Igen, és itt is volt egy olyan része, hogyha végig gondolom, hogy milyen lépésekkel jutottam el oda, hogy tíz húzóckodást húzocko most tudok csinálni, hogy le kellett ugye bontani lépésekre, uh -huh. és akkor hát voltak olyan edzések, hogy nem feltétlenül éreztem magam annyira motiváltnak, de azért meg volt a végcél a szemem előtt, és tudtam, hogy ehhez most inkább egy kis önfegyelem kell, hogy ezt az adott napi edzést megcsináljam. Ezt is érdemes szerintem kis lépésekben építeni, az első és legfontosabb, ami szerintem soka, sokaknak segíthet az önfegyelemben, hogy a zavaró tényezőket ki tudjuk iktatni. Uh -huh. Mert tényleg nagyon zajosan éljük a mindennapjainkat, és kettő perc alatt elvonhatja bármi a figyelmünket. És szerintem ezzel az első lépéssel már meg lehet teremteni azt a környezetet, legalábbis mentálisan, uh -huh. hogy az ember egy picit a, tudja tréningezni az önfegyelmét. De szerintem már ezzel az elfogadással, hogyha belátjuk, hogy ahogy te is mondtad, ez nem egy szexi dolog, uh -huh. de ha valamit szeretnénk, akkor akkor ezt kell csinálni. Ez az elfogadás önmagában szerintem már sokat segít. Tehát, hogy motiváció sokak szerint inkább ez egy ilyen kuka uh -huh. dolog, önfegyelem, arra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Ah, és abban annyira hiszel, sokan mondják, hogy ha el akarsz menni futni minden nap, akkor tedd ki a, nem tudom, futócipőd az ajtóba, hogy esél el benne mindig, mert akkor eszedbe fog jutni, és hogy hogy ezek a külső tényezők mennyire mennyire fontosak abban, hogy le, hogy alakuljon ki a a kitartás meg a szorgalom, hogy e -e erről mi a, a gondolom? Működik szerinted ez? Szerintem működik. Alapvetően szerintem személyiség típus válogatja, hogy kinek mi számít, mert azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem vannak olyanok, akiknek annyira nehezen fejleszthető az önfegyelme, hogyha például befizetne mondjuk a leges, legdrágább személyi edzésre akár, előre ki lenne fizetve, még lehet, hogy akkor sem menne el, ehhez képest ugye vannak olyanok, akik akik tényleg a semmiből is csinálnak valamit. Tehát, hogy szerintem mindenki indul valahonnan. Én azért sokszor szoktam kapni olyan típusú üzeneteket, hogy nekem soha nem volt semmihez önfegyelmem, hogyan tudnám fejleszteni. És euh, én ilyenkor azt mondom, hogy, hogy muszáj az embernek hát így saját magát fenékbe billenteni. Mert ugye az a nagy helyzet, hogy euh, így a tinédzser korunk után saját magunk, szüleivé válunk. Tehát nekünk senki nem fogja kivenni a kezünkből a távirányítót, felemelni a kis popunkat a, a, a kanapéról, és, és szerintem így sokan egy kicsit ilyen megragadnak az ilyen kis gyermeki énükben, hogy mindig csak azt szeretnék csinálni, amihez kedvük van. De majd megmondják, hogy mit kell, igen. Igen, lehet így, uh -huh. csak akkor ne várjuk el ugyanazt az eredményt, mint hogyha valaki um, tényleg egy kicsit nagyobb lendülettel, nagyobb önfegyelemmel csinálja ezeket a dolgokat. Uh -huh. Tök érdekes. És nyilván mondjuk ez látszik is a, a, a tehát azért tényleg ezt a most már 5-6 éve, azt is ugye elég régóta csinálod a, a, csatornákat, és az eredmények abszolút azt igazolják, és ugye megnéztem a kommenteket is, hogy nagyon sokan ugye azt írják, hogy, hogy pont azért szeretik, mert, mert őszinte, mert, mert te vagy, nem, nem akarod megjátszani magad, és itt tényleg átjön az a, az a gondolatvilág, amit, amit képviselsz, és hogy Erről szerintem lehet, hogy beszéltünk két éve, de hogy az mennyire, mennyire volt nehéz az, hogy, hogy itt tényleg önmagad legyél, és hogy kitedd azt, ami, ami, van, és hogy ne egy ilyen, ne akarja megfelelni feltétlenül mindenkinek, hanem akinek tetszik, az követni fog. Talán az volt nekem a legnehezebb, hogy megtaláljam azt az egyensúlyt, hogy megosszak magamról elég személyes, személyesebb jellegű információt ahhoz, hogy valamilyen formában tudjanak kapcsolódni hozzám a követőim, de mégse túl sokat, hogy ne Tegyél ki magadról egy óriási nagy támadási uh -huh. felületet. Viszont összességében az, hogy így önmagam tudtam maradni, számomra első számú prioritás volt, mert valahogy az elején beláttam, hogy másképp nem fog menni. Biztos, hogy te is láttad már a saját szemeddel, hogy milyen az, amikor valaki a sikert hajszolva elég gyorsan elveszti önmagát. És akkor ugye feltetjük a kérdést, hogy mi számít sikernek, mert számomra a siker az azt jelenti, hogy Elértél oda, amit így nagyjából megfogalmaztál magadnak, csak közben nem vesztetted el önmagadat. És hál' Istennek én ezt így beláttam az elején, főleg a joga életmódnál, hogy én csak ebben a stílusban és formában tudok jogavideókat készíteni, csak így tudok oktatni. És volt egyszer-kétszer egy olyan kísérlet, próbálkozás, hogy elmegyek abba, ami lehet, hogy egyébként kelendőbb lenne, vagy szimpatikusabb a nézők számára, viszont amikor felvettem egy-két olyan anyagot, akkor rájöttem, hogy ez nem én vagyok, és más út nincsen. És nem tudom, hogy neked volt-e ilyen jellegű személyes tapasztalatod az utóbbi években, amikor, amikor esetleg követhetted volna azt, hogy mi számít trendinek, vagy mire van nagyobb kereslet, de mégis hű maradtál önmagadhoz? Abszolút, szerintem. És látom, is, hogy sokan kísérleteznek, és én is kísérleteztem a, a videók típusával kapcsolatban, hogy tényleg mi az, ami érdekli az embereket, mi az, amit sokan kattintanak, és akkor most tényleg elmész abba az irányba, hogy, hogy a nézettség számít, vagy az számít, hogy lehet, hogy kevesebb, de minőségi, és lehet, hogy kevesebb, de önmagad maradtál, vagy lehet, hogy kevesebb, de nem nem akarod megerőszakolni magad azokkal a témákkal, amit tudod, hogy csak azért csinálnál, hogy nézzék többen. És ilyennek a, az arany középutat szerintem nagyon nehéz megtalálni ebbe a, ebbe a témakörbe. Például nagyon sok, és főleg ugye amerikai e, youtubereknél nagyon-nagyon sokszor látszik, hogy a, a, pénzt teszik fókuszba. Hogy úgy akarják eladni a dolgokat, hogy csináld ezt, mert akkor te is ennyit fogsz keresni. És hogy nyilván ez, ez itt, itthon is látszik ez az irányzat, kicsit ez a, ez a üzleti gurú, sikersztori, és akkor kövessél, és akkor lesz neked is jó. Csak sokszor ugye pont, pont ezzel vakítják el az embert, és, és, és hiányzik belőle mondjuk az értékadás ezekből a videókból, és hogy tényleg csak az, hogy akkor, ha te is ezt csinálod, akkor garantáltan sikeres Igen. leszel. De szerintem azért van erre olyan nagy kereslet, és ebből kifolyólag azért olyan sikeresek az ilyen jellegű tartalomgyártók, mert ugye az ilyen álmodozókból, tehát amit dreamer uh -huh. Úgy hívunk, sosincs hiány. Tehát ki ne álmodozna egy bizonyos fajta sikerről, vagy anyagi kompenzációról. És azért nagyon jól tudjuk, hogy minél jobban azt próbálja meg valaki eladni, hogy ezt gyorsan, energia uh -huh. befektetés nélkül nagyon hamar, rögtön a kezedbe kerül. Ezt, ezt, ezt sokan elhiszik. És. És szerintem ezért van az, hogy az ilyen, hát sokszor ilyen Luffy tartalomgyártók is, hogy tényleg nincs hozzáadott érték, de egy nagyon-nagyon jó sztori, egy nagyon-nagyon jó beszélőkével, jó kiállással, attraktív megjelenéssel hogy egy, hogy egy vicces vonalat említsek így a jogával, joga életmódos videókkal kapcsolatban képzeld el, hogy azért én olyan kommenteket is kaptam, hogy túl sok rajtam a ruhám. Tehát, hogy lehet, hogy, lehet, hogy úgy tudnám egy picit növelni a, a nézettséget. hogy, lényeget akkor igen, igen, abszolút. A Tehát, hogy azért, azért, voltak ilyen, ilyen első reakciós vélemények, főleg amikor ugye szabadtéren veszem fel ezeket a joga gyakorlásokat, hogy hát ha már ott vagyok az óceánparton, akkor, akkor kevesebb ruha is lehetne, és akkor azért én mondtam, hogy nyilván meg szeretném úgy tisztelni mm -hmm. a jogát, a másik pedig, hogy mindig, mindig arról kell, hogy szóljon, hogy hosszú távon te egyébként milyen képet szeretnél Abszolút. magadról mutatni. Tehát, hogy én most megjelennék valahogyan, mutatnék valamit magamból, vagy most nem csak erre a vicces kis témára leszűkítve, lesz hanem, hogy felülnék egy vonatra igazából, ami lehet, hogy akkor éppen trendi, viszont nem biztos, hogy hosszú távon szolgálná a, mondjuk a, a személyes márkádat, vagy mm. azokat az értékeket, amiket te Alapvetően szeretnél képviselni. Hát meg ez ugyanaz, mint a egyik kedvenc marketingesünk, ugye akik sokat szoktuk idézni a, a, a Geri Vénercság. Hogy, hogy ő is ugye pont azt mondja, hogy, hogy ugyanez, hogy a kemény munka az alapvetően nem szex, mert mindenki a gyors megoldásokat keresi. De hogy igen, hogyha egészségeksen akarsz élni, és le akarsz fogyni, akkor egyél tisztán, és menj a edzeni. Tehát, hogy ilyen egyszerű amúgy a megoldás, alapvetően. Igen, csak hogy ebben a kemény, nem, igen. nem lehet eladni túl igen, sok. Igen, minden, igen, bár... igen, 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 ez, ez a nehéz benne. És tökéletesen azt tapasztalom mostanában, hogy nekem is mostanában viszonylag kevés új, új anyag került ki a csatornámra, hogy egyrészt ilyen nyilván hangulatfüggő, tehát vannak olyan időszakok, amikor egyszerűen nem érzem magam elég ö, motiváltnak, vagy eléggé olyan alkotó üzemmódba, hogy én most tudnám itt inspirálni a világot közben, és lehet, hogy pont ilyenkor kéne fölvenni amúgy a, a csapatunkkal a nehézségeket, meg a kihívásokat, hogy amúgy miért nincs kedvem most? mert iszonyat darálóba vagyunk, és rengeteg problémánk van, kihívásunk van azzal, hogy, hogy növekszünk, recsegropog a rendszer, tudod most pont az, hogy rengeteg kihívás van. It's a growing pain. <laughs> és, hogy, és hogy, ezt amúgy pont, hogy lehet, hogy ezt kéne jobban megmutatni, mert igenis ez is, ez is érdekli az embereket, de igen, ez nem a, nem a sikerről szól, hanem ez arról szól, hogy, hogy hogy, hogy mik, a, mik a kihívásaink most éppen. De, De talán én, pont ettől a igen. igen. De jó, hogy említed ezt a, ezeket a periódusokat, tudod, hogy nem vagy te sem mindig a toppon kreativitásban, vagy tényleg úgy az embernek nincs kedve, nem érzi magát motiváltnak, és szerintem ezek jó időszakok arra, hogy az ember egy picit ilyen reflektáljon, hogy ez, ez miért lehet, és hogyha nekem tényleg egyébként van egy ilyen időszakom, akkor én nem szoktam olyan szinten magamra erőltetni uh -huh. valamit, mert azért lássuk be, hogy a kreativitáshoz kell egy bizonyos fajta kipihentség mentálisan. Tehát azért akkor tud az ember kreativitása szárnyalni, hogy amikor, tehát nem tüzet oltasz, azt tudod, hogy nem uh -huh. próbálod összetartani a rendszert, és valahogy én ezt engedtem már el az utóbbi években, hogy ilyen kényszeresen magamra erőltessem azt, hogy nekem most nagyon-nagyon nagy újdonsággal kell előrukkolnom, és az benne az érdekes, és lehet, hogy egyébként ez a joga gyakorlásomban jön, hogy minél inkább megszűnik ez a fajta törekvésem, ez a direkt görcsös törekvés arra, hogy nekem most valamit produkálnom kell, annál nyugodtabb vagyok, annál kreatívabb, és aztán egyszer csak jönnek az ötletek, ah. és fogom a papírceruzát, és nem tudok magammal hát Hát megint kezdeni. csak ugyanez a fiatal ember mondja, hogy document over create, tehát hogy ne kreálja, hanem egyszerűen dokumentáld az életed, és hogy nyilván nekem is, hogy van, van egy csapat, van egy tím, aki segít, így már sokkal könnyebb, de hogy alapvetően azt mondja, hogy igen, csak próbálnak dokumentálni a napodat, és hogy sokkal egyszerűbb, mint ha most nekiállsz alkotni valamit egy, igen, egy adott pillanatban, úgyhogy igen. ez is érdekes. Meg szerintem egy ilyen elfogadással is jár, hogy mind, mind a magánéletünkben, mind pedig az üzleti életben nem lehet mindig teljes fordulatszámon pörögni. Tehát, hogyha ezt hmm. várjuk el önmagunktól, az eleve irreális, és biztos, hogy kiegéshez vezet előbb vagy utóbb. <laughs> Abszolút. Sokszor emlegeted a videóidba tartó tanulást, hogy mennyire fontos, amivel egyet is értek. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy te miből inspirálódsz, miből tanulsz, mit tanulsz, hogy fejleszed magad, ez hogy jelenik meg a te életedben? Nekem az élethosszig tartó tanulásnak egy nagyon fontos eleme az idegen nyelv tanulás. Tehát abban biztos vagyok, hogy azt soha nem szeretném abba hagyni. Azért is, mert hiszek ebben a klasszikus, ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy, és azért, mert tényleg nagyon jól karban tartja az embernek a, az elméjét, és, és nagyon szeretem ezt megtapasztalni, hogy egy ugyanazt a gondolatot egyébként ki tudod fejezni egy másik nyelven is, vagy hogy egy idegen nyelv tanulásával tényleg belekostolsz egy, egy, egy másik kultúrába. És ez biztos, hogy részese lesz így a napjainknak. Hallottam a kosztarikás videóban, hogy milyen jól beszél a spanyolul, például. Hát Igen, de egyébként jobban kellene beszélnem, mert ugye nekem a párom spanyol anyanyelvű, és ahhoz képest pedig elég siralmas, de, de ez is egyébként, most hogy így kérdezed, hogy ezek is ilyen mind rövid, mind hosszú távú célok, hogy hogy ezeket is így szinten tartsam, hogy fejlődjek. Illetve most visszatértem a rendszeresebben az olvasáshoz, de abszolút ez a non fiction. Tehát, mm -hmm. hogy én. Most eljutottam, ha már periódusokról beszélünk, hogy valahogy nem vágyom ezekre az önsegítő könyvekre. Volt egy időszakom, egy ilyen négy-öt évvel ezelőtt, hogy szerintem kezembe sem vettem egy regényt, és csak az ilyen jellegű mm. um, ilyen entrepreneurship, meg business, meg, meg, meg önfejlesztés témakörben, és most valahogy... Megcsömörlöttél. Igen, de, de mm. hogy nagyon-nagyon szeretem most ezt a fajta flow élményt, hogy így elveszel egy sztoriban. Most nem tudom, hogy ez mennyire számít lifelong learningnek vagy tartó tanulásnak, de ezt is így visszahoztam, és mindig szeretnék, mint a jogoktató szerepemben is egyre inkább ilyen nem is az informa, nem ezt a szót keresem, hogy informatív, csak így bővíteni úgymond hmm. a tudástáramat, um, a joga filozófiáját illetően, úgyhogy ezek vannak most így a listámon, és hát uh, ahogy ugye haladok előre, még újdonságokkal, hogyha találkozom, amik, amik, érdekelnek, én, én tényleg én minden evő vagyok, mindenre nyitott vagyok, hogy valami érdekel. Például nagyon-nagyon szeretnék um, fejlődni és tanulni a főzésben, hmm. mert az oké, okay, hogy így magamnak így el vagyok, de hogy ez egy számomra egy annyira kreatív, szinte már művészet, uh -huh. hogy mindenképpen a felé még kacsingatni fogok a jövőben, hogy azt is egy kicsit felfejlesztem. Nekem ez az egyetlen, ami, ami teljesen ki tud kapcsolni. Igen? Tél, igen, mert, mert akkor ott muszáj koncentrálni, hogy ne égjen oda, jó, időbe készülne jön el minden, és ott nincs kütyi, ott nincs telefon, uh -huh. ott nincs semmi, tehát ne, nekem ez az med egyik meditatív tevékenység, tényleg így a, a főzés az baromi jó. De én... jó, és egyébként ezt te így, hogy így saját magad, tehát, hogy beteszel egy zenét, és akkor elkezdesz mm. így kreatívkodni, vagy, vagy azért így követsz valamit? Hát, ha... hogy lehet, hogy valami inspiráció mm -hmm. van TikTokon, Instán Tök akárhol, jó. vagy Youtube-on nézek. Van, 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 van pár mm. nagyon jó csatorna erre, akik tényleg erre óriási bizniszt, de Max tényleg ötletbőrzének, de de utána tényleg maga, maga az, hogy ezt megcsinálni, az, az nagyon kikapcsolódik. Akkor, ez... akkor majd. Úgyhogy akkor... hajrá, ez, ez tényleg jó. Vagy inkább csak megyek és megeszem, amit te <laughs> Jó, jó, jó. Készítesz. A tartalomgyártás, hogy ha, ha, már tényleg ennyire produktív vagy, és nem tudom, hogy ez szóba került a -e két éve, de hogy miért magyarul, és miért, miért magyar a célközönség, miért nem a, itt a világpiac? Mindenki arra vágyik, hogy kimenjen külföldi piacra, elérje az angol vagy hogy amerikai, amerikai célpiacot, hiszen az korlátlan. Miért nem angolul nyomod a videókat? Ezt nagyon gyakran hm. meg szokták kérdezni, és szerintem teljesen jogos a felvetés azok alapján, amiket elmondtál. De az a helyzet, hogy én nem úgy költöztem külföldre, hogy menekültem. Tehát nem arról volt szó, hogy, hogy innen el, mert hogy mindenhol jobb, mint itthon. Szóval, hogy én úgy élek kint külföldön, hogy egyébként Valamilyen formában visszahúz a szívem, szeretek Magyarországon lenni, szeretek magyarul beszélgetni, és most nagyon sok lehetőségem volt így kapcsolódni a joga életmódos gyakorlókkal. És valahogy nekem az, hogy kint élve magyar nyelven szólítok, meg magyar közönséget adja meg ezt a csatornát, Aha. hogy magyar maradhassak. Mert oké, okay, tényleg például kettős állampolgár lettem tavaly, de egyik egyik sem vagyok jobban, mint a másik, sőt, egyértelmű, hogy jobban vagyok magyar, hiszen itt éltem 23 évet. De hogy számomra ez egy ilyen önkifejezés azt illetően, hogy, hogy én tényleg szerettem itthon is lenni, és hogy ha már idegen nyelv, és előbb is beszéltünk az idegen nyelv tanulásról, szerintem a nyelv formálja a gondolatokat. És mivel a magyar az egy annyira ilyen szofisztikált, nagyon kis kifinomult és nehéz nyelv, ezért én sokkal inkább érzem más embernek magam, hogyha magyarul beszélhetek, teljesen komfort, komfortosan érzem magam angolul is, és így egy picit nem válaszolva a kérdésre, de más, másik oldalról megválaszolva, lesznek a jövőben angol nyelvű tartalmak, mert most már olyan nagy Külön rá az csatára, igény. Nem? Szerintem nem, is? szerintem marad, de mm. hogy ezeket a jogavideókat most már szeretném angolul is narrálni, mert mm. tényleg olyan sok kérés érkezett feléjük. Viszont számomra valahogy ez adja meg ezt a kapcsot, hogy, hogy kint élek, de nem hagytam magam mögötti. Tehát hmm. én nem úgy költöztem ki, hogy akkor ide soha többet nem jövök hmm. vissza. Mert amúgy se tudom, hogy mit hoz a hosszú távú jövő. Tök jó. Na, ez nagyon érdekes amúgy. Igen, mert tényleg ugye pont azt gondol az ember, hogy hát, hogy akkor most megnyílt a világ előtted, és akkor pont, hogy, pont, hogy arra a piacra vágyik mindenki, úgyhogy tök érdekes. De ha most konkrétan végül is megnézzük az üzleti részét uh -huh. és a piacot, akkor pedig logikus volt számomra, amikor elkezdtem, hogy még az ilyen kis bejáratlan magyar piacon, magyar közönségnek a magyar Youtube-on, magyar nyelven szeretnék joga videókat készíteni. Nem annyira készíteni, telített, mint az angol. Mert Telen. akkor már az amerikai, ott, ott nem is tudom, hogy kipukolhatott-e a lufi, mert már olyan nagy lufi volt, tehát hogy tényleg tűlettem volna a szénakazalban, és uh, remélem, hogy ezt most a nézők nem értik félre tehát, el lehet kezdeni attól valamit, hogy nagyon sokan csinálják, csak egyszerűen, amikor összehasonlítottam a két lehetőséget, és hogy mm -hmm. milyen hozam járhatna ugyanazzal az időbe idő és energiabefektetéssel, akkor sokkal kézenfekvőbb és logikusabb volt, hogy oké, okay, én kint tanultam jogaoktatást, kint is szereztem meg a bizonyítványt, de mégis a magyar közönségnek szeretném ezt átadni és kifejezni. Mm. És, és örülök, hogy így, így is csináltam. Tök jó. Ami szóba került itt a felvétel előtt, ez a one man show biznisze versus csapat. Hogy egyedül csinálod mai napig az egészet, átolz mindent, mai nem napig... gondolkoztál le azon, hogy már egy-egy részét kiszervezd, volt-e igény rá, hogy alakul az egész, mondjuk üzleti hátterenek az egésznek, mi, a, mi, mi, mögötte mondjuk a, a biznisz, ugye a két YouTube csatorna mögött. Igen. Ez hogy néz ki? Nem? Ez még mindig ilyen one-man show, ahogy te fogalmaztál. És persze nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy egy bizonyos részét most már jó lenne átadni, mert nyilván az adminisztratív feladatok azért eléggé felörlik az embernek az idejét, viszont ilyenkor mindig, mikor így szintet szeretné lépni, akkor ugye jönnek a kérdések, hogy hogyan érné meg, illetve nem tudom, hogy erre megéri-e. Megéri -e, igen, így igen, van. Abszolút. Nem tudom, hogy ennek mi a magyar megfelelője, amikor hm. tudod, van ez, hogy scale, uh -huh. scale a, az De üzletet, hogy igen, így bővítés, növe -növekedni növ -növekedni növekedés. Igen, igen, igen. Akkor ugye azt tudjuk, hogy az ugyanaz nagyobb kockázattal is járhat, és mindenképpen nagyobb költségekkel. És nekem mindig az volt, hogy annyira az egyszerűségre törekszem, hogy megkérdeztem magamtól, hogy tényleg megéri-e, uh -huh. mert azzal, hogy egy picit kisebb tartom magát a méretet, azáltal az, a költségeim is sokkal kisebbek, és még mindig én tudom az egész részét csinálni, Köszönöm. és minden egyes kis területét. Na most ugye, amit te csinálsz, szóba sem jöhetne már. Mert uh, ugye nekem ezt mindig is mondtad, hogy te mindig a vezető szerepben érezted otthon magad. Viszont ehhez képest nekem akkor az a kérdésem, <laughs> hogy ha én egyébként tényleg eljutnék arra, hogy, hogy most már nem egyedül szeretném csinálni, hogy attól függetlenül, hogy te nem kedvelted ezeket a napi operatív feladatokat, és jobban szereted irányítani a csapatodat, hogy hogy született meg az a fajta bizalom, hogy így hátradőj, és rábízol valakire, vagy valakikre egy egész csapatra ilyen részfeladatokat, és te nyugodt szívvel elmész aludni, hogy minden rendben lesz. Hát ez, ez sosincs így szerintem, vagy nem, ez nem, 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 jól mondom. Nehéz megtalálni ezt az állapotot, és nem is feltűnő cél, hogy, hogy teljesen elengedjem. Biztos, hogy nagyon nehéz jó, jó munkatársakat találni, és az a visszaugrok időben nagyon sokáig én, én csináltam mindent. Tehát, hogy szerintem az egy tök fontos dolog, hogy, hogy csináld előtte, és tényleg tudjál mindent az adott területről, mielőtt kiszervezed. Tehát szerintem az egy jó, jó lépés előtte, hogy pontosan tudod, hogy mit várhatsz el mondjuk mm. attól a kollégától, mert hiszen te csináltad előtte. És amikor te így csináltad, abban az időszakban, mm. akkor számodra mi volt a legnagyobb pozitív, amikor még egy emberes csapat voltál? Nyilván az, hogy kontrollod van mindenen, Igen. Az, az jó, Igen. de viszont annyira sok volt a nem szeretem feladat, és amikor ére, éreztem azt, hogy nem vagyok hatékony, mert a muszáj feladatok azok így lehúznak az életről. Most, mint nézzük a videózás példáját. Ugye most ez a 115. interjúm körülbelül veled most éppen. Az első, nem tudom én, 10-20 interjút, meg az első 50 vlog videómat, azt tök egyedül csináltam, én vettem föl, én találtam ki, én vágtam meg, én töltöttem föl. És hogy ezzel nincsen baj, csak volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy az visszafog már, hogy, hogy mindennel nekem kell foglalkoznom. És hogy inkább abban a felszabaduló időben több pénzt tudok termelni, mint amennyibe kerülnek a kiszervezett. Kollégák. És igazából van egy ilyen gazdasági megközelítése, hogyha ki tudom x forintért szervezni, de én közben y vagy 3x-et tudok termelni, akkor miért ne szervezzem ki, akkor megéri. Tehát, hogy van egy ilyen megközelítés is. A másik, hogy én hiszek abban, hogy mindenki az erősségével foglalkozzon, és hogy abban a, azon a területen tud igazán kiemelkedő eredményt nyújtani, hogyha ha azzal, azzal, foglalkozik. Én tudom, hogy a, a szervezés vezetés az én erősségem, és bár meg tudnám vágni ezt a videót, de mo most már nagyon, na nagyon nehezemre esnem. Igen. Kijöttem a rutinból, nem tudom, tényleg vannak, akik sokkal-sokkal jobban értenek Igen. hozzá, és hogy nekem nem ez, nem ez a fő erőségem. Igen. Viszont az, hogy átlássak egy helyzetet, és mondjuk azt, hogy ebből a mai találkozónkból hogy tudjuk a lehető legtöbb eredményt kihozni, és eredmény alatt értem az, hogy neked is, meg nekem is a legnagyobb, akár nézettség, plusz hozzáadott érték, valami, hogy mit, mit hozunk ki ebből az egészből, mert engem ez érdekel mindig. Igen. Meg az ügyfeleknél Igen. is. Akkor úgy látom, hogy ehhez képest talán annyiban vagyok más, hogy nekem a részfeladatok is nagyon szimpatikusak. Tehát igazából uh -huh. nincs egy olyan része, amit most csinálok, amit fokhúzással csinálok, uh -huh. vagy nem szeretem. Nyilván az idő, az idő, az mindenkinek ugyanannyi, tehát 24 órából áll egy nap, és Felteszi magának előbb-utóbb mindenki a kérdést, hogy mennyit ér az időd Ez így per van. óra. Így van. Az a helyzet, hogy én szívvel léleket csinálom például a mm. videószerkesztést mm. is, mert úgy érzem, hogy ha én ezt így kiadnám a kezemből valakinek, akkor lehet, hogy pont nem tudnám megmutatni azt az oldalamat, vagy nem lenne olyan az üzenete, amit én szeretnék, és ez tényleg nem azért, mert egy ilyen control freak vagyok. Vagy Tehát, csak, hogy... vagy csak jól kell briefelni. Az is lehet. Igen. Ha egyértelmű az a kérés, sőt, én sokszor úgy igen. vagyok, hogy a kolegek kollégák jobban tudnak már igen. csinálni, mint én, úgyhogy ez Mondjuk, is megközelítés kérdés. Igen, ez az, ahogy, nehogy azt így magadról, hogy igen. te vagy a legjobb, igen. de arról van szó, de ez egy hogy... nagyon jó téma amúgy, amit mert, mert ez nagyon sokaknál, látom ezt így egy alakadásnak, hogy most, Nem vagy... merik kiadni a kezükből? igen, 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 és az, az lehet egy, egyfajta limitáció. Igen. Amúgy. Csak számomra azért szinte már már izgalmasak, még a másoknak unalmas feladatok is, mert hogyha én most csak jogaoktató szerepben tűnnék fel, akkor tényleg abból állna esetleg az én munkám, hogy levezénylek egy jogaórát de azért én annak idején jártam egyetemre, és tanultam ugye üzletet, nemzetközi gazdálkodást, és valahogy azt érzem, hogy ha én ezeket a feladatokat csinálom, akkor akkor így tudom Színesebb ezt kamatoztatni, vagy. és hogy tényleg számomra ezek az üzleti részek is nagyon fontosak, hiszen ezt tanultam az egyetemen is, engem mindig is érdekeltek, és én ezt úgy élem meg, hogy valami olyasmiben kamatoztathatom, amit egyébként szeretek csinálni. Tehát én majdnem azt mondom, hogy ez nekem egy win-win, egy uh -huh. ilyen Jolly Joker, Abszolút. hogy ha ugyanezeket a feladatokat kellene csinálnom. De egy olyan vállalkozásban, semmi, amivel semmilyen formában nem tudok kapcsolódni, mm. na akkor, akkor biztos, hogy már ilyen szájhúzós lenne. Hát meg azért nézzünk még egy aspektust, ami absz abszolút mellettet szól, hogy hogy sokkal jobban kontrollálható, és nyilván ehhez a minimalista szemléletmódhoz jobban is passzol, és hogy nincsenek olyan kötelezettségeid. Ugye nekünk a nem tudom tizenvalahány főt fenntartani, meg az irodát, meg mindent, az egy akkora nyomás nyilván minden hónapban, hogy azt muszáj megcsinálni. Ez nyilván van, amikor stresszesebb, van, amikor könnyedebb, de hogy nyilván ez, ez egy elég nagy kötelezettség, és egyben a saját kereteimet is megépítettem ezzel, hogy ezt muszáj megcsinálni. Tehát, hogy ez kicsit szembe megy azzal a gondolatmenettel, ami, ami még indult a legelején, hogy akkor én most digitálnomád vagyok, egy laptoppal bárhonnan dolgozok, szabadság van. Hát nem, mert saját magamnak megépítettem, viszont én ezt a idézőjelbe börtön, ezt én most élvezem, mert ez most a saját kis, kis rendszerem, de, de be, be, hogy megadja a kereteket. Úgyhogy megvan a prób kontra, az biztos. Abszolút, de ugye a könyvedben is írtad, hogy te tényleg mindig is ebben érezted magad otthonosan. Tehát említetted ezt a digitális nomádot, ami tényleg egy ilyen buzzword mostanában. Uh -huh. Tehát, hogyha megkérdezem most egy átlag 20 és 25 év között, ból 99-en digitális nomádok szeretnének lenni. És ezzel egyébként nincs semmi gond, de ebből, ebből nem lehet óriási nagy dolgot hmm. szerintem csinálni. Tehát hogy nekem is az a szépsége, hogy még annyira kicsi, hogy kézben tudom tartani, és megmondom őszintén, egyelőre nincsenek is bennem olyan törekvések, hogy egy ilyen hatalmasnak tömegeket megmozgató valami legyen, mert szeretem ezt, hogy magammal viszem a laptopot és, és tudok. És szabad bárhova vagy igen. Venni. És szabad vagy. Igen. És ha már a nagy csapatot említett szerintem nem csak én vagyok erre kíváncsi, de nagyon sok néző is, főleg a, a fiatalok, az égeneráció, akik ezt a videót nézik, vagy hallgatják, hogy te, mint vezető igazából mit keresel most egy alkalmazottban? Tehát azok az idők végül is elmúltak már, hogy, hogy egy jó önéletrajz és szakmai tapasztalat, tehát hogy ennél szerintem most már egy picit többet kell mutatni, de mégis hogyan választott ki azt, akivel úgy érzed, hogy hatékonyan tudsz dolgozni? Ez tök érdekes, szerintem. Ez is ott indul, és visszaugrunk egyet még a kiválasztás előtt az employer brandinggel. Tehát, hogy rólunk mi látszik kifelé, és ezért nagyon szorosan kapcsolódik a tartalomgyártáshoz, hogy a csapatnak az első fele azért csatlakozott hozzánk, annó még két-három éve, mert látták az én videóimat, és hogy sokszor volt, hogy nem is hirdettük, hanem csak rámírtak, hogy amúgy szívesen dolgoznának ebbe a, ebbe a csapatba, tudnak a akár az értékrendel, akár a célokkal, a vízióval tudnak azonosulni, és hogy szívesen csatlakoznának. Tehát volt ilyen mekeresés is. Tehát hogy szerintem ez itt indul, hogy, hogy az tök jó, hogy, hogy a kollégák nem egy, nem egy arctalan, azt se tudják, hogy hova jelentkeznek egy ilyen ismeretlen, tipikus, bullshit, leírásos állásíretésre jelentkeznek, hanem hanem egy, egy tök személyes valami, és tudják, hogy hova csatlakoznak, és hogy mit várhatnak körülbelül az egésztől. Tehát szerintem itt indul az egész, hogy emiatt én azt gondolom, hogy sokkal inkább olyan kollégák jelentkeznek hozzánk, aki tényleg való ide. Ez már egy szűrő. Ez Jó. már abszolút. Igen. Saját magát kiszűri, Igen. igazából. Ez az Igen. egyik. A másik, hogy mi abban hiszünk, hogy nagy merítés kell. Tehát mi folyamatosan hirdetünk, és van egy elérhető karrier oldalunk, amire be lehet bármikor regisztrálni, de mi el is mondjuk, tehát nem vezetünk meg senkit, hanem el is mondjuk, hogy nem biztos, hogy most fogunk tudni együttműködni, de érdemes regisztrálni, mert ha majd keresünk, akkor ebből az adatbázisból fogunk keresgélni először. És számos olyan példa volt, hogy, hogy tényleg eltelt pár hónap vagy fél év, és akkor éppen kellett egy bizonyos pozícióra. Kollega, rászűrtünk, megnéztük a feltételeket, és akinek stimmelt, 10-20-30 jelöltnek kiküldtük az e-mailt, és aki válaszolt, van, akivel azóta együtt dolgozunk. Tehát az, hogy van miből meríteni, ők ismernek minket, tudják, hova jelentkeznek. Az adatlap, amit kitöltenek, elég részletes, és eléggé a motivációt boncolgatja. Tehát én nagyon azt nézem, hogy hogy milyen a személyisége a kollégának, és passzol-e a csapatba, nekem nagyon-nagyon fontos. Mm -hmm. És utána, hogy elindul egy kiválasztás, akkor van egy jelenleg ötlépéses folyamatunk, kérünk próbamunkát, személyiségtesztet csinálunk, több interjú online, a végén személyesen is, többen is beszélünk a jelöltel, ne az legyen, hogy csak én döntöm el, hanem, hanem együtt döntsünk és Ebből kirajzolódik az, hogy az a személyiség passzol-e hozzánk, és amit ő szeretne, meg amit mi szeretnénk, az ő nagyjából egyezik És még egy fontos, hogy, hogy keressük azokat a foglalkoztási formákat, ami neki is, meg nekünk is megfelel. Igen. Tehát, hogy nem mindenki alkalmazott, vannak diákjaink, vannak alvállalkozóink, vannak, aki esetileg segít be. Tehát, hogy megtaláljuk azt, ami lehet, hogy egy kismama jelentkezik hozzánk, és tud naponta három órát dolgozni, és mondjuk szövegíróként jelentkezik. Igen. De neki is egy tök nagy lehetőség, mert amúgy nem kapna és fix pont ezekből munká. van hiány Így most van. Magyarországon az ilyen <coughs> rugalmas, esetleg otthon kisgyerekkel, otthon lévő édesanyáknak Abszolút, is elérhető. és Abszolút, és hogy megtaláljuk az arany középutat, de azt is láttam, hogy amikor meg csak ilyen kollégáink voltak, az se volt jó. Tehát nekünk is szükségünk van egyfajta kiszámíthatóságra, tervezhetőségre, kapacitásra. Tehát, hogy most úgy nézünk ki, hogy nagyjából a csapat kétharmada fix, vagy kicsit több, mint a fele, és a másik felét töltjük föl eseti, vagy projektalapú, vagy egyéb megbízásokkal. Szuper. És nekünk ez, ez vált be. Nagyon jelenleg. jó. És de a ha... kapacitásmenedzsment az egy, az egy örök kihívás, hogy mindig pont annyi legyen, ne legyen se sokkal több, se kevesebb, mert akkor ugye megszivatjuk magunkat. Abszolút. Hát ugye ez ilyen kis tánc, <coughs> hogy az ember így táncol és megpróbálja Abszolút. megfelelni az egyensúlyt, de ha már Gary V, akkor pont valamelyik nap láttam azt a posztját, és szerintem szorosan kapcsolódik ehhez a témához, hogy you can't train attitude. Igen. Tehát, hogy a hozzáállást azt nem tudod betanítani, és én azt vettem észre, de ez lehet, hogy csak tényleg az én észrevételem így, és ez nem egy ilyen általános igazság, mint hogy egyébként semmi sem, csak én azt tapasztaltam, hogy mostanában tényleg arról szól a dolog, hogy szinte már bármit megtanítanak bárkinek, tehát nyilván legyen meg az alap uh -huh. kvalifikációd, vagy az oktatás mögötte, de hogy a legfontosabb az akkor is a hozzáállás. Hogy hillogjon a szemem. Igen. Mi abszolút ezt nézzük. De is inkább akkor... veszünk föl juniort, és kineveljük, minthogy mint hogy legyen zsoldos, mondjuk idejön, de nem illik a csapatba, akkor nem. Igen. És ez sokkal fontosabb. Nekem ez van egy nagyon személyes emlékem, mert nekem a legelső rendes állásom az Egyesült Államokban, tehát amikor már véget ért ez a, ez a babysitteres csereprogram, és jól beszéltem angolul, de azért nem annyira jól, tehát még nem anyanyelvi szinten, és én szerettem volna, hogy dolgozzak valahol, ahol megy a pesgés, a pörgés, és hogy nagyon jól fog fejlődni az angolom, és a vendéglátásban kötöttem ki, és bementem úgy egy étterembe, kitöltöttem egy ap, a jelentkezési lapot, és mondtam a kezet fogtam a tulajdonosan, és mondtam, hogy életemben egy órát nem dolgoztam étteremben, itt vagyok, gyorsan tanulok, nagyon szeretnék itt dolgozni, és ott helyben felvettek, másnap kezdtem, és aztán ott voltam éveken keresztül, mm. és szerintem ma már nagyon sok ilyen sikersztorit lehet hallani, de nyilván persze kell, hogy meglegyenek így az alapkészségek, de ahogy mondtad, hogy de túl, az túl szárnyalja maga, az alaphozzáállás kérdése, mm. azt, hogy te egyébként ahhoz az icike-picike dolgokhoz egyébként értesz -e vagy sem, mert azt mm. meg lehet bárkinek szinte bármit tanítani, hogyha lelkes. Abszolút, Abszolút. Hát igen, ez egy, ez egy nagyon nagyon érdekes kérdés tényleg, meg meg egyben felelősség is, hogy, hogy tényleg milyen, milyen csapat épül, de én azt gondolom, hogy tehát ma, ma abszolút ez a sikerünk titka idézője, vagy, vagy tényleg a, ami működteti ezt az egészet, hogy, hogy van egy nagyon jó hangulatú csapatunk. Igen, És... hát én is így a részese lehettem, csak, <laughs> ha csak egy pár órá, órára is, ahogy bejöttem ide az irodába, illetve nekem nagyon tetszett az a tábla, ami rögtön ott a, hát mondhatom, hogy nem is recepció, de ott az első <laughs> iroda helységben van mert az ilyen egyszerre vizualizációs tábla megmutatja, hogy hol tart a folyamat. Tehát, hogy az így ott van a, a, a szemünk előtt, tehát így a csapatnak is, meg én is, aki besétálok egy ilyen külső személy, rögtön ezt láttam meg és nekem ez nagyon-nagyon tetszett, és gondoltam is, hogy lehet, hogy upgrade-elni kellene az én vizualizációs táblámat egy ilyen digitálisra otthon. Hát igen, az összes, összes menedzsment módszertan azt mondja, hogy, hogy legyen valami eredményjelző, hogy mutasd meg, hogy, hogy hol tartunk, meg igen. hova tartunk. És ugye ez volt, csak nagyon sokáig a, a saját fejembe volt, hogy meg az én, én nézegettem a laptopon a, az eredményeket, de nekünk ez egy iszonyat nagy áttörést jelentett, és most az elmúlt körülbelül három hónapban, hogy, hogy csak azért vettem egy tévét, hogy kin legyen a falon, tehát, hogy irálisnak tűnik a döntés, de, hogy, de igenis nagyon nagy jelentősége van. Ez a tévén a rendszerünkből kiszívja az adatokat, és öt percenként frissül, hogy éppen hol tartunk. Hát most nyilván nincs annyira sok változás, hogy öt Persze. percenként frissüljön, de, de napra kész a, a, az egész. Hány ügyfelünk van, mennyit szeretnénk elérni, hogy oszlik meg a tanácsadók között, a, a, státuszok között, kinél mennyi feladat van, és akkor ez így folyamatosan látjuk. És tök érdekes, hogy amikor kitettük a, a tévét, akkor volt 27 ügyfelünk, most 40 fölött van. Már is alig telt el egy néhány hónap. Szuper. Hát hogy tényleg működik az, hogy, hogy mindenki lássa, hogy közös cél legyen, és mindenki tudja azt, hogy hol tartunk és hova, hova tartunk, és ugye ez abszolút megérte ez a, ez a befektetés. De, de, de ugye neked is nektek óriási változások mentek végbe azóta, hogy legutóbb találkoztunk, és ebből jutott eszembe az a kérdés, hogy mi ugye 2020 őszén ültünk le, és ugye a 2020 elején jött a pandémia, és azért eléggé megbélyegezte a 2020-at is, meg a 2021-es következő évet, és még szerintem most is azért így lábalunk belőle abszolút, kifelé. Abszolút. És közben ti meg ilyen óriási fejlődésen mentetek keresztül, meg bővülésben, hogy mi volt a legnagyobb tanulság, vagy lecke, amit neked ez a pandémiás helyzet, meg a lockdown, meg ezek adtak? Hát tényleg az a furcsa helyzet van, hogy nekünk ez segített, mert két dolog miatt. Egyrészt mindenki rájött arra, hogy online kell kommunikálni, amire egy videó, meg egy podcast, meg közösségi média az egy tök jó eszköz. Tehát, hogy ez kicsit így a mi a munkra a vizet, akármennyire nyilván szomorú történet volt. A másik, ami pedig segített közvetett módon, hogy mivel nagyon sok mindent nem csinálhattunk, ezért elkezdtük szűkíteni a, a palettánkat. Nem tudtunk rendezvényt csinálni, nem voltak személyes találkozók, és egyszerűen sokkal jobban fókuszáltunk, fókuszáltabbak lettünk, és tényleg, amit eddig is tudtam korábban, hogy nem kéne annyi mindennel foglalkozni, ugye a shiny objectek, hogy mindig jön a kis csillogó kavics, megvizsgálgatom, hú, ez egy üzleti lehetőség, ez nagyon jó. Ehelyett most az volt, hogy két évig daráltuk, és csináltuk, 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 és most arra érett be igazából. Tehát nekünk pont a múlt héten volt három éves a, a cégbejegyzés, bár a tevékenységünk már kicsit régebbi, de maga a cég az most konkrétan három éves, és én most azt érzem, hogy úgy a helyünkön vagyunk, hogy tudjuk, mit akarunk csinálni, most már úgy kifelé az arculatunk úgy nagyjából kerek, meg vannak a kollégák, meg vannak a rendszerek, igazából minden adott hozzá, most már csak csinálni kell, tényleg. Hát akkor remélem, hogy ez inspirációként szolgál most a nézőknek, hallgatóknak, ahogy így elmondtad ezt a három éves időintervallumot, tehát nem három hét, nem három hónap, hanem három kökemény év, ugye így van. hát és most se komoly sokszor. Igen. Tehát, hogy, és tényleg, mivel a, a növekedésnek ugye az zára, hogy, hogy egyrészt tényleg nagyon sok emberrel kell foglalkozni az emberi tényező talán a legfárasztóbb benne. Igen. Nyilván vannak cserélődések, ahogy fejlődünk, nyilván van, hogy elfejlődünk egymás mellett, van, hogy, hogy, tényleg muszáj változtatni mondjuk a csapaton. Új embereket kell felvenni, őket betanítani, átadni a feladatokat. Tehát, hogy tényleg nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni, a pénzügyekre, a cashflow-ra, az ügyfeleknek az elégedettségére, hogy a növekedéssel ne menjen a minőség rovására. Tehát tényleg sok tányért kell pörgetni, pörgetni egyszerre, de, de én most tényleg ezt élvezem, úgy igazán. Meg én azt gondolom, hogy most vagyunk így a, a helyünkön. Ebben. De egyébként ezt így a szemeden is lehet látni, a szemeiden, meg jó, jó jó ezt hallani. Én egyébként mindig nagyon örülök mások sikerének, és főleg, amikor egy ilyen storyt hallok, hogy hogy érzem mögötte a, a, a nehézségeket, az akadályokat, az, hmm. hogy elesik az ember kilencszer felállt tízszer, és, és újra gondolni, és hogy ugye itt volt a pandémia is. Emlékszel, hogy a legutóbbi beszélgetésünknél is említettem ezt a fajta hozzáállást, hogy mindig ahol vagy, abból kihozni épp az adott legtöbbet. Tehát, hogy nem a körülményeken agonizálni, amiket egyébként nincs kontrollunk és nem tudunk változtatni, és valahogy most megint ez bebizonyította, hogy végső soron ott van a fejlődés, hogyha felül tudunk emelkedni így a külső körülményeken és aztán én amúgy is ebben a lassú vízpartot most sebességben hiszek, legalábbis nekem ez segített. Most nem tudom, hogy a mai világban úgy felgyorsult, mint hogy mi számít lassú vízpartot mostnak, ugye régen ez 20 év volt, most már a két év is soknak számít, de nagyon jó hallani ezt a sztorit. Tehát ahhoz képest, hogy találkoztunk 2020-ban, és én így fizikailag beléptem így az irodába és hogy mekkorább, és hogy milyen csapat támogat téged, ez, ez, inspiráló. Hát köszönöm szépen a visszajelzést, és örülök, hogy, örülök, hogy eljöttél hozzánk, és remélem, hogy a következő találkozóig talán nem kell két évet, két évet várnunk. Záró kérdésként, ami nagyon érdekelne, hogy mi neked a következő szint, amit így látsz mondjuk magad előtt, amit szeretnél itt elérni következő évben, évtizedben, mi a terv? Mi a, mi a vision? vision board? Mi van rajta, ha most így elképzeljük? Köszönöm a kérdést, és nagyon bízom benne, hogy nem fogok senkinek csalódást okozni, de tényleg nincsenek ilyen világ megváltó nagy terveim, Lehet hanem nagyon-nagyon sok picike. Tehát most is úgy megyek vissza, hogy van egy ilyen kis nyári bakancslistám, és annak van egy ilyen személyes része, meg van a abszolút a joga életmóddal kapcsolatos része, és most az a stratégiám, hogy ezt a pici listát egyiket a másik után. Tehát nincs egy olyan óriási nagy tervem, hogy amivel mondjuk elő tudnék állni, hogy 2023-ra azt uh -huh. szeretném, de én ezt így elképzeltem most, ránéztem a kis listámra, hogyha egymás után végig megyek, és az majd összeadódik, az egy annyira klassz színesítése, bővítése lesz a joga életmódnak, tehát szeretnék új stílusú joga órákat felvenni, van egy ilyen kis nagyon titkos, uh -huh. számomra nagyon kedves dolog, és majd ezt is hamarosan sok megfogom. publikus dolog, a so sok, pici publikusról mesélsz, hogy kb. Mik, mik, a célok, vagy miket szeretnél még? Hát ezek, ezek is csak így a joga gyakorlásokkal kapcsolatosak, tehát szeretnék bizonyos stílusokat kipróbálni, és bízom benne, hogy hogy jó lesz a visszajelzés, és hogy tetszeni fog a gyakorlóknak. És ahogy említettük, az angol nyelvű tartalmat is szeretném bővíteni, tehát ezek igazából ilyen kis icike-picike feladatok, amik én abban bízom, hogyha összeadódnak, akkor összességében egy ilyen fejlődést, növekedést fognak generálni, de az a nagy helyzet, hogy én, én azon a ponton vagyok, hogy elégedett vagyok, hálás vagyok, és egy olyan attitűddel vágok bele ezekbe a feladatokba, hogy nincs bennem ez a görcsös, nekem, nekem muszáj egy számot produkálnom, nekem el kell érnem azt, hogy én sikeresnek érezzem magam. Hál' Istennek sok lehetőségem volt kapcsolódni most a gyakorlókkal ilyen Margit Szigetes szabadtéri uh -huh. joga gyakorlásokon, és az a sok-sok csillogó tekintet, és az a sok történet, amiket velem megosztottak, az a, az a kedves arc, az a báj, az a, az a lelkes gyakorlás, hogy én ott éreztem, hogy helyén vagyok. Nem azért, mert ugye sokszor mondják, hogy ne legyél elégedett, mert akkor nincs benned az a fajta lendület, hogy, mm. hogy fejlődj, viszont én elégedett vagyok, és egyben ambiciózus mm. a, jövőre, a jövőre nézve. Úgyhogy remélem, hogy ez nem egy csalódást keltő. nem, sőt, inkább... Inkább jó látni, hogy csinálok a, a szemed közben. úgy. Ahogy hogy... te mondtad, hogy a helyén vagy, én, én is most azt érzem, hogy nagyon sok szempontból helyén vagyok, és uh, teljesen optimistán is és, és lelkesedéssel tekintek a jövőre. na Hát ez nagyon jó volt hallani, <laughs> És nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk, és, és újra hát megosztottad a, a, a gondolatokat. Hát bízom benne, hogy a nézőknek is, nézőknek is hasznos volt. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Uh, hogy nekik mi volt az a gondolat, mondjuk, ami, ami megragadt ebből a beszélgetésből, nyugodtan írjátok be kommentbe, illetve ha neked van bármi kérdésed feléjük, akkor tedd föl nekik, vagy amit szívesen hallanál mondjuk a kommentekben, hogy mi, mi az, ami Én... kérdezem a nézőktől? Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok a nézők, akik szintén Ebben gondolkodnak, hogy már kezdik kinőni a saját maguk kis projektjét, ők hogyan élik meg ezt a fajta kiszervezést, vagy kiadni a kezükből az irányítást, vagy hogy egyáltalán létezik-e az, amiről gyakran beszélgettünk sok mindenkivel, hogy hogy szinte minden munkának van olyan része, ami nem kellemes. Tehát, hogy van tökéletes munka, lehet mindent egy emberként csinálni engem. Ezek is mindig foglalkoztatnak egyébként, úgyhogy ilyen jellegű kommenteket is nagyon szívesen olvasok. Na, szuper. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Köszönjük a figyelmeteket még egyszer, és találkozunk a következő videóban. Köszönjük, hogy itt voltál, Szti. Köszönöm. Sziasztok.